megújuló energia kulcs szerepet játszik környezetünk karbonmentesítésében. Az alternatív források, például a szél és a nap térnyerése mellett azonban meg kell küzdenünk a nagyszabású energiatárolási megoldások okozta kihívásokkal. A Jénai Egyetem Kutatóintézetének projektje ennek a problémának a leküzdésére törekszik. A töltés szállítására alkalmas tulajdonságokkal rendelkező szerves polimer alapú akkumulátorral kezelhetővé válik a változó időjárás miatti ingadozás az energiatermelésben. Tárolókapacitásának köszönhetően akkor is képesek vagyunk energiát szolgáltatni, ha szélcsend van. A Redox Flow akkumulátor tökéletes nagy mennyiségű energiatárolására. Majdnem annyi energiát képes tárolni kilogrammonként, mint egy lítium akkumulátor, de mivel a műanyag könnyebb, nagyobb térfogatra van szükség. Egy másik előny a kisebb környezetterhelés szemben a jelenlegi akkumulátorokkal, amelyek ritka és mérgező fémvegyületekre, például ólomra és lítiumra támaszkodnak. A hagyományos akkumulátor előállításához a vanádium sókat savban oldják fel, míg itt a polimereket folyékony sóoldatban. A Redox Flow akkumulátorban egy aktív anyagot oldottunk fel kis molekulák vagy polimerek formájában. Egy kicsit hasonlít ahhoz, ahogyan a sót oldjuk fel, amikor tésztát főzünk, vagy amikor cukrot teszünk a teába. Ha van elég szél, tehát van elektromos áram, az aktív anyag egyik oldaláról átvihetünk egy elektront a másik aktív anyagra, így tárolhatjuk az elektromosságot. A projekt költsége körülbelül 1 millió euró, amelyből több mint 800 ezer euró az EU kohéziós alapjából származik. A Jénai Energetikai és Környezeti Kémiai Központ egy vékony, akár 1 milliméternél is vékonyabb akkumulátort is kifejlesztett, amely képes ellátni például az IoT eszközöket, vagy más kisméretű orvosi érzékelőket. Két labból készülnek a két felület közé préselt elektromos áramkörrel. Az ilyen típusú akkumulátor különlegessége, hogy rugalmas nyomtatási technikával készült, sőt, itt is teljesen kiiktattuk a fémek használatát. Más rugalmas akkumulátorokhoz képest újra tölthető, vagyis többször is használható. Ezek az energiatároló rendszerek hamarosan piacra kerülnek. Európában könnyen beszerezhető anyagokból készülnek, így elősegítik az európai országok zöld és stabil energiaellátását.